Felsőváros a jelek szerint kimeríthetetlen téma tekintetében, és ha már beszélgettünk hagyományokról és közösségi házakról, annak is utána jártunk egy kicsit, hogy mi várható az idén fejlesztések terén. Beszélgetőtársam továbbra is Földi Zoltán, nem azért, mert még egyszer csináltunk fel egy interjút, hanem tulajdonképpen ez egy olyan felvétel, ami két részből áll. Ami előttünk áll, nagy kihívás, és ami tulajdonképpen el is indult, az a Kertalja utca 8 szám alatti tornázos parasztház, amely tulajdonképpen felsőváros tájháza lesz majd. Az a helyzet, hogy ezt akkor érdemes csak megcsinálni, mindazt, amiről beszélt, hogyha erre van valós igény. Mert építhet az önkormányzat vagy a városrész egy egész zsupfederes falumúzeumot is, hogyha utána ez a kutyát nem érdekli. Ezek szerint, hogyha ilyen léptékű beruházásokat terveznek, akkor ezt van kinek megcsinálni. Így van pontosan, tehát én azt gondolom, hogy mindennek akkor van értelme, és megismételve az ön gondolatait, mindennek akkor van értelme, ha azt meg lehet tölteni élettel, valós húsvértartalommal, és hogyha erre tényleg van igény. Én azt gondolom, azt látom, hogy kell, hogy legyen rá igény. Ezt meg is fogalmazzák az itt élők és az itt élő emberek. Ezt képviseli egyrészt maga a felsővárosi óvodának is a nevelési programja, a hagyományőrzésről lévén szó. Ezt képviseli a felsővárosi általános iskolának is egyfajta évfolyama, amely szintén a hagyományőrzésről lévén szó. És sok olyan középkorú fiatalember van, aki a tárgyi eszközök gyűjtésével már foglalkozik, jelentkezik, nap mint nap érdeklődik, hogy lesz-e ebből valami, megvalósul-e ez. Én azt gondolom, hogy erre van igény, van az emberek szempontjából, az embereknek megvan a bizonyos attitűdje ez irányában, hogy ez létrejöjjön és megvalósuljon. Felsővárosnak ez a jövője? Mert az, hogy Felsővárosból egy jól felszerelt kertváros legyen, az nagyjából történelmi szükségszerűség. Egyszerűen azért, mert változnak a generációk. De olyan kertváros kell, hogy legyen? Vagy lehet egy olyan kertváros, amelyik őrzi a saját régi falusias hagyományait? Én azt gondolom, hogy a maga az építési jellege már, és az utca szerkezete is azért árulkodik egy kis falusias jellegről. Mert azért, ha megnézzük magát a klasszikus falusi motívumot, azért láthatunk egy templomot, és azért azt gondolom, hogy ahogy ezt egyszer megfogalmaztam, a templom, mint a kotló, és körül örelik a kisebb utcácskák, az apró házak, mint a féle csibék, és én azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen falusias jellege. Attól, hogy ez átalakul egy szép nyugvó kertvárossá, és azt bátran mondhatom, hogy évről évre egy kiválóbb infrastruktúrával, akár a közlekedést, akár a csapadékvíz elvezetést nézem, és sorolhatnék még sok-sok paramétert ebbe a történetbe, vagy fejlesztési gondolatokba. Én azt gondolom, hogy ezt kötelezően, ezt a falusi formát, vagy ezt a hagyományőrző formát meg kell őrizni, és miért ne tudna a két folyamat együtt, szorosan válvetve együtt menni, együtt gondolkodni, miért ne lehetne egy kertvárosi embernek, akinek akár már a felmenői is, ha így fogalmazok, abszolút városi emberek, és egy kukoricamorzsolót nem láttak életükben, vagy a malacot nem tudják elképzelni, csak, vagy a bocit nem tudják elképzelni, csak Milka színekben, miért ne tanulhatná meg az ő gyermeke is, hogy valamikor hogyan nézett ki egy paraszti kultúra, vagy egy létforma, vagy talán csak egy magyar vidéki állapotok hogyan néztek ki. Én azt gondolom, hogy ettől nem kell megrettenni, hanem sokkal inkább ebbe bele kell kóstolni, és megnyerhető szerintem az ember a felsővárosban annak, hogy ez működőképes legyen.